Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírműsorunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Áramszünet. Holnap 9-től 13 óráig Szent István telepen és a Tavánon nem lesz áram. Pusztuló fenyők. Városunkban is érezhető a klímaváltozás hatása az örökzöld növényeken. Októberfest. Bajor perec, német sör, valamint sváb és szerb táncok várták a látogatókat a budakalászi bevásárlóközpontban. Őszi kamra feltöltő vásárt tartottak múlt szombaton a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. Ezúttal almát, burgonyát, vörös és lila hagymát, fejes káposztát, valamint dióbelet vásárolhattak a lakosok. Az esemény Balogh Csaba önkormányzati képviselő szervezésében valósult meg. Érdemes már most felkészülni a hideg időszakra annak érdekében, hogy télen is friss, jó minőségű zöldségeket, gyümölcsöket tehessünk a családi asztalra. Bár az elmúlt időszakban teret hódított az élelmiszerek ipari konzerválása, mégis egyre többen nyúlnak vissza az évszázados hagyományokkal rendelkező házilag végzett tartósításra. Ugyanis így óvható meg a termények vitamin tartalma. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a városban a több éves múltra visszatekintő vásár. A gazdák újra eljöttek hozzánk nagy örömömre, és a hátam mögött álló lelkes vásárlók örömére. Tulajdonképpen gyönyörű árut hoztak magukkal. Minőségi almát, fantasztikus zöldségeket, télálló minden termék, illetve minden termény. Azt hiszem, hogy aki ide ma eljött, megelégedve távozik. Szabolcs-Szatmár megyéből érkeztek az ukrán-magyar határ innenső oldaláról, Ajak községből jöttek a gazdák, és tulajdonképpen évekkel ezelőtt merült föl a nevük egy budakalászi kapcsolat révén. Jutottam el hozzájuk, fettem föl a kilétüket, és azóta már azt mondhatom, hogy baráti viszonyt ápolunk. És ők is nagy örömmel érkeznek. Évről évre körültekintően teremti meg a kamra feltöltő vásárok feltételeit a szervező. Én már jó időben, jó korán, tehát már amikor még a nyár aktív és eleven, amikor nagyon meleg van, már akkor egyeztetek velük, hogy tulajdonképpen mi várható, milyen termékek, milyen gyümölcsök érkeznek, zöldségek, mivel készülnek, és ez természetesen folyamatos egyeztetések közepette zajlanak az előkészületek egészen addig a pontig, amikor a hátam mögött is látható vásár elkészül. A piacon közvetlenül a termelőktől szerezhetik be a télálló minőségi portékákat a vásárlók. Fantasztikus mennyiségű és minőségű alma érkezett, 6 fajta gyönyörű szabolcsi alma. A teljeség igénye nélkül Mucsó, Golden, Jonagold, a csodálatos Jonathan alma, a gyermekkorom kedvelt gyümölcse, Golden alma, Starking alma, tehát a termelők a színejavát hozták el a gyümölcseiknek. Az esemény sikerét az is bizonyítja, hogy számtalan vásárló rendszeresen visszatér a piacra, és az ott beszerzett termékekkel tölti fel a családélés kamráját. A látogatottság azt hiszem, hogy elképesztően aktív és eleven, és elképesztően sodró lendületű. Igaz, most egy parányi kis szünetet láthatnak a kedves nézők a hátam mögött, de az első hullám, a reggeli hullám az most lement. Egészen addig maradunk a mai napon, amíg az készlet tart. De általában ez 1 óra környékén, 13 óra környékén már azt hiszem, hogy nem lesz igazából olyan hazafogható készlet, ami már eladható. Hiszen addigra az érdeklődők elviszik mindet. A legközelebbi kamra feltöltő vásárt ismét a Faluház udvarán tartják november 4-én, amikor sütőtökkel, sárgarépával és céklával bővül a kínálat. Áramszünet lesz holnap 9 órától 13 óráig Szent István telepen és a Tavánon. Adta hírül az E.ON tájékoztatását a budakalász.hu. Az 1429 ügyfelet érintő áramszünetet a transformátor karbantartási munkálatai miatt tervezték be a szakemberek. Kérjük tehát a Szent István telepieket és a tavániakat, hogy készüljenek fel a holnap 9-től 13 óráig tartó áramszünetre. Budakalászon is megjelent az az általánosan előforduló és gyakori jelenség, amely az éghajlatváltozással van összefüggésben, az örökzöldek, a fenyőfélék pusztulása. Elsősorban a lucfenyő érintett, de az ezüstfenyő, a tiszafa és lényegében az összes örökzöld növény megszenvedi a csapadékhiányt. Az önkormányzat figyelemmel kíséri a jelenséget, és igyekszik elhárítani az esetleges baleset veszélyt. Lábon száradtak ki ezek a fenyőfák is Kalászon.
A már több éve ismert jelenség sajnos nem csak szűkebb környezetünkben és hazánkban, de Európa szerte veszélyezteti az örökzöldeket. Az évszakok közötti átmenet, a téli hótakaró, a csapadék és a tápanyag hiánya pusztulásra ítéli ezeket a növényeket. A sok csapadék meg a tápanyagpótlás az lassítaná ezt a folyamatot. Nem az, hogy megállítaná, de lassítaná. Egy professzor 2 évvel vagy 3 évvel ezelőtt azt mondta, hogy 10 évet ad az örökzöldeknek Magyarországon. Mert annyira megváltozott a klíma, és le vannak gyöngülve a fenyők, hogy nem tudnak annyi gyantát termelni, hogy például a fenyőszú ne tudjon beléjük menni. És ha már megtámadta egy fenyőszú, ott a gombától kezdve már minden támadja, és pikpakjá viszi őket. Egy heti 8-10 órás öntözés egy nap, az már sokat segítene, mert a csurgózónába kéne elfolyatni. Tehát nem egy csepegtető öntözést, hanem egy jó 8-10 órán keresztüli öntözés, az már elősegíteni, hogy erősödjenek a fenyők. A szárazon a talajra hullott tűlevél ugyanis már nem képes pótolni a tápanyagot a földben, ahogy mindez a természetes lombcsere folyamán egyébként történik. Az öntözés és a szakszerű permetezés megállítani ugyan nem, de lassítani tudja az örökzöldek pusztulási folyamatát. Én járok kezelni, permetezni tujákat, fenyőket, stb. Na de hogyha a szomszéd nem kezeli, akkor pikpak visszafertőződik egy gombabetegségtől. Én amikor permetezek kártevők és gombák ellen, mindig tápanyagot is rakok bele, egy immunerősítőt és egy növénykondicionálót. Atkaölő, gombaölő, rovarölő, tapadószer, mert ugye az örökzöldeknek viaszos a levele, hogyha nem rakunk bele tapadószert, lepereg róla, és a tápanyag. Az önkormányzat figyelmét sem kerüli el a fenyőfák pusztulása, és folyamatosan ellenőrzi a közterületen található örökzöldek állapotát. A konkrét intézkedés az, hogy egyrészt az elpusztult fenyőfákat ugye eltávolítja a közterületről, mert ezek balesetveszélyesek lehetnek. Ezeknek a pótlását igyekszik úgy megoldani, hogy várostűrő fafajokat ültet a fenyők helyett, és talán akkor a jövőben ezek a fafajták sokkal inkább ellenállnak a környezeti hatásoknak. Vezetékek alá mindig ilyen gömbkoronájú növekedésű fákat ültetünk, ott, ahol meg helyszűke van, ott pedig igyekszünk ilyen kupos, oszlopos növekedésű fákat ültetni. Nem emelnék ki itt konkrét fafajtákat, mert az is befolyásolja, hogy a környezetben milyen egyéb fafajták találhatók, azt mindig megnézzük. Megnézzük azt is, hogy mi érzi jól magát azon a területen, és akkor annak megfelelően igyekszünk választani. A pusztuló fák sorsa nem csak városképi és baleseti szempontból fontos, de kézzelfogható és megkérdőjelezhetetlen látleletei a klímaváltozásnak. A fővárosi főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványoz 3 férfival szemben, akik jelentős mennyiségű kokainnal kereskedtek, tájékoztat az MTI. A kábítószert megrendelő házi őrizetben lévő 52 éves férfinak rendszerint Budakalászon adták át a kokaint 2017. októberétől 2018. januárjáig összesen 21 ezer euróért. 2018. februárjában a kábítószert szállító hódmezővásárhelyi férfi a 13. kerületi tartózkodási helyéről éppen városunkba tartott, amikor rendőrök megállították és elfogták Budapest 4. kerületében. Őt emiatt külön büntető eljárásban már 5 év börtönre ítélték. A fővárosi főügyészség a terjesztési lánc további 3 résztvevőjét jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett, kábítószerkereskedelem büntettével vádolja, és velük szemben fegyházbüntetést, mellette pénzbüntetést, valamint a más ügyben kiszabott 7 éves büntetését töltő 47 éves férfival szemben vagyonelkobzást is indítványoz a vádiratban, áll a közleményben. Bajor Perec, német sör, valamint sváb és szerb táncok várták a vásárlókat a Budakalászi Bevásárlóközpontban október 14-én az Oktoberfesten.
A jó hangulatról az Alpenróze táncgruppe és a Rosmaning szerb táncegyüttes gondoskodott. A zene, a tánc és a finom ízek kapták a főszerepet a bevásárlás mellett október 14-én Budakalász ismert bevásárlóközpontjában, ahol a nemzetiségi táncokból az Alpenróze táncgruppe és a Rosmaring szerb táncegyüttes adott ízelítőt. Egy októberfestet szeretne az Osán Áruház tulajdonképpen a vásárlóknak rendezni, ami egy sörfesztivál jellege kell, hogy legyen, és az Áruház igazgatója felkérte a mi tánccsoportunkat is, az Alpenróze táncegyüttes és a Rosmaring táncegyüttest, hogy készüljünk valami kis hangulatos darabokkal, amit a vásárlóknak ők készültek, egy kis kóstolóval, sörökkel, pékáróval, ami természetesen megint stílusban élik az apropóhoz, tehát pereccel, német csörökkel, és az egésznek tulajdonképpen az a lényege, hogy hangulatot csináljunk, tehát most nem az, hogy most egy ilyen, tehát nem egy színházi előadás, hanem az, hogy tényleg a bevásárlók ebben a fél órában, amikor az Alpenróze táncegyüttes táncol, vagy amikor a Rosmaring táncegyüttes táncol, érezzék magukat jól. Alapból olyan számokkal készültünk, ez egy ilyen októberfestes dallamokra is vannak nekünk táncaink, amit már Tirolban, még Németországban is előadtunk, és most ugyanezeket már elhoztuk ide, mert azt úgy gondoltuk, hogy ha Tirolban, a Németországban ezek nagy sikert aratnak, akkor itt az Osán Budakalászon biztos, hogy még nagyon sikert aratnak, és ami még itt nagyon nagy siker, az, hogy ez tulajdonképpen mind a két táncegyüttes egy budakalászi táncegyüttes. Mi például mi táncegyüttes, mi törzsökre és kalásziak vagyunk, büszkék is vagyunk rá, és azért is jövünk el nagyon szívesen egy ilyen rendezvényre, elvállaljuk, tehát mi nem is szeretnénk semmit ezért kérni, hogy itt táncolhatunk. Nekünk a fontos az, hogy a budakalásziak, az itt élők és akik itt vásárolnak, azok velünk együtt közösen jól érezzék magukat. Mindenki csatlakozhatott a tánchoz, ha kedvet kapott a vidám muzsikától. A szerb együttes felnőtt táncosai mellett a gyermekek is készültek produkciójukkal a rendezvényre. Az Alpenróze Tánccsoporttal együtt érkeztünk erre a rendezvényre. Együtt alkotjuk ugye a műsort, tánccal, zenével. Mi a felnőtt és a gyerek tánccsoportunkat is elhoztuk bemutatkozni. A felnőttek Negotin környéki táncokat mutatnak be, a gyerekek pedig Nis környéki táncokat. A zenekarunk, a Rosmarin Folkestars pedig táncházzal szórakoztatja egy kicsit a közönséget. Ezek szerb táncok, amikkel mi foglalkozunk. Nyilván táncházban a nagyon egyszerű lépéseket szoktuk bemutatni, amit bárki el tud sajátítani pillanatok alatt, és be tud csatlakozni, és velünk együtt tudja élvezni a táncházat. A Magyarországból, Tirolból és a szerb területekről érkező táncokba többen bekapcsolódtak a vásárlók közül, hogy különleges élményben legyen részük egy hétvégi bevásárlás alkalmával. A táncosokkal a közeljövőben több rendezvényen is találkozhatnak majd az érdeklődők. Végül a várható időjárásról. Az éjszaka folyamán túlnyomóan derült lesz az égbolt, a hőmérő higanyszála akár 2 Celsius fokig is lesüllyedhet. A változékony légmozgás kedden nappal is megmarad, változó mennyiségű fátyolfelhőzet szűri a napsütést, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 13 fok körül alakul. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Áramszünetre készüljenek holnap 9-től 13 óráig Szent István telep és a Taván lakói. Budakalászon is pusztulnak az örökzöldek, a lusz és ezüstfenyők, a tiszafák. Bajor perec, német sör, valamint sváb és szerb táncok várták a látogatókat október 14-én az Oktoberfesten. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk, amelyben Berecki Őrs, református lelkész és Szél Attila gondnok, a presbitérium elnöke lesz a vendégünk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. Megtalálhatóak vagyunk közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesülhessenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!